Nos, üdv, még mielőtt folytatom itt a Hokkaidós luxuskarházas pályával, van egy apróság, amiről valószínűleg megfeledkeztem, amennyiben szólt nekem az illető, akkor tényleg őszintén bocsánat, mert amilyen lyukas agyú vagyok, az előfordul. Szóval a helyzet a következő. Itt a game módoknál és a contracts résznél valaki csinált egy csúbos pályát. Ugye a contracts úgy működik, hogy adott egy pálya, és a játékos választja ki a célpontokat, meg hogy milyen módon kell őket elintézni. Szóval ez a Dave konkrétan csinált egy pályát a szomszédaimról. Hát ez a legnagyobb fantáziám, ami itt van. Na de van eligazítás is, miszerint épp próbáltál felvételt készíteni a Hunt Down the Freeman 2-ről, Isten ments, de a szomszédaid úgy döntöttek, hogy most van a megfelelő alkalom hangoskodni. Wilsonék? Ja igen, ők ketten. Wilsonék minden nap bulit tartanak, vagy hogy lehet így élni, ott valami nem stimmel, vagy én vagyok buta. Charles minden nap 6-szor bekopog, hogy szavaz, pedig a szemébe mondtad, hogy nem érdekel a politika. Bobby és haverja minden nap hangos zenét játszanak a pincében, és még nem is a dumó estét. Igen, amúgy simán megbocsátanám, hogyha nem ez a... Hát... még mulatósnak is a legalja fokozatot hallanám itt a szomszédból. Konkrétan torka szakadtából üvölt az idézőjeles énekes, nem tudom, hogy ezt hogy lehet élvezni. Végül még az építkezést is megkezdték. Talán ha a főnökük abba hagyja a melót, akkor a többiek is. Igen, abszolút legit. Szóval, ahogy látom, ez egy suit only lesz, tehát hogy nem öltözhetek át. Ám legyen, és puszta kéz, leesés, vagy essen el, pisztoly, robbanás, de az is baleset. Hűha, ez így érdekes lesz. Jó, hát akkor hozok magammal, Tools Ballernél van, ugye? Ugye, ott van Remote Taser Baller, igen. Hozok érmét, meg lockpicket, meg... hát a leghalkabb pisztolyt, amit tudok hozni. Plusz, hát hozhatnék, mert még a mod bent van, hogy hozhatnék még cuccokat, de megtisztelem a modot annyira, hogy ez így lesz, így marad. És akkor, ja, pisztoly, explosion accident, fall accident, ja, sima liba, azt hiszem. És az a vicces, hogy az egyik ember itt még hasonlít is a szomszédomra, de nem mondom meg melyik. Mert még a végén fölismer. Na, megjöttünk. Szóval akkor én most konkrétan felbéreltem a Chadwin 7-est, hogy csináljon némi csendet a környéken. Ott van, ott a politikus, aki nem hagy békén. Mi most, engem is meg akartok győzni? Ja, ez annyira én. Mármint most éppen itt polgármester választás van, de szó szerint egyik csávó sem érdekel. Mármint itt tök mindegy, ki lesz a polgármester nálunk, hogyha... az út nem lesz leaszfaltozva, és nem lesz csatornázás. 30 éve minden ugyanaz. Jó, szóval... aha, ott megy a buli. Akkor én valamelyik házban vagyok, mert ez nagyon ismerős. Bemeltek? Be, úgy néz ki, jó? Jó napot! Ó, ott az egyik. Ó, üdítő, kösz, elviszem. Na, mi a helyzet, zajongunk? Ja, te vagy Richard. Jó, tehát magadat szidod, mert hogy nincsen propán. Ja, ez... hogy mondjam... szép volt. Ez olyan, mintha elmennél lakást festeni, aztán nem veszed meg a festéket. És te vagy a másik? Aha. Jó, ezt hogy oldom meg, hogy baleset legyen és robbanás? Annyi biztos, hogy propán, ez 100%, hogy azzal fogom megoldani. Oh, jeez, darling, I'm so hungry. Imádom a Hitman, de a rohadt életbe a dialógusok valami iszonyatosan önismétlők, mert minden alkalommal lejátszák ugyanazt, mikor előről kezded. Van a kínai pályán, ahol mondja, hogy my knees are so sore. Meg Dubajban van egy nő, aki nagyon magas hangon üvölt, hogy you're here! És itt van az építkezés. Ezzel annyira tudok azonosulni a zajjal. Most éppen nincsen zaj. Accident, fall. Hát ez nehéz lesz így. Nem baj, egy kis trespassing. Mert itt van egy csavarkulcs, nagyszerű. Ja, elviszem a muffint is, mert ne. Ó, még egy munkás. Aha. Ó, feszítővas, ez kell nekem. Kösz. Okoznék egy kis szivárgást, csak nem tudom, hogy kitölök meg vele, és
a célpontot, hát le kell ejteni valahonnan. Nézzük, mi van idebent. Rovarírtó, jó. Nem az, amit kerestem, de jó. Jó napot, kacogunk, kacogunk. Helyes, helyes. De téged, hogy a fenébe ejtelek le, és honnan? Tehát lehetséges lenne az, hogy ide elvonszolom? Mármint, lát engem valaki? Remélem nem. Így. És akkor ide elvonszolom a palit, és berugdosom. Mármint itt leesik, mert jobb megoldásom itt hirtelen nincs. Csak a munkásoktól meg kéne szabadulni, mert össze-vissza mászkálnak, és félek, hogy észre fogják ezt venni. Ha csak. Nézzük csak, működik-e megint? Na nézzük, a gumicukor módszer működik-e ismét. Léci, fordulj el. Eddig jó. Ajaj. Oda néz. Úgy, menj csak oda. Jó, így is jó. Nem így akartam, de... Hú! Ez az! És ez... fall accident. Nagyon helyes. Megakadályoztam a munka zaját. Eszem megáll. Igen, szóval itt azt a trükköt alkalmaztam, hogyha egyet valahova lősz, és nem látják, hogy lősz, akkor az lényegében olyan, mintha eldobtál volna valamit, és megnézik, hogy mi a helyzet. Bár hogyha túl közel van hozzájuk, akkor persze bepánikolnak, ami szintén hasznos lehet, de erre most nem térek ki, majd talán egy legközelebbi alkalommal. Mert a Silent Assassin helyenként nagyon nagy lelkű tud lenni. Jó, szóval ők ketten robbanásba. Ezt fogalm sincs, hogy oldom meg, anélkül ne halna meg mindenki más. Looking good, man. Looking good. Kösz! Remélem tetszik a kacsás felsőm. Poison. Az a baj, illegális, szóval itt páran észrevennék. Itt ráhatsz a mérlegekre így a játékban, és akkor hát 47 vagyok, gondolom nem kilogram. Bár mondjuk azt, hogy 47 kilós vagyok. Na és akkor... lemeltek ide, oké. Okay. Nagyon nagy lelkűek a szomszédok, annyi biztos. Ahogy az a... Hey there, big guy. Az ott nem a férjed? Miért hívsz big guy-nak? Hello. I guess that explains why the Chardonnay was so good. Okay, hát legalább van boros pincéje, nagyon lenyűgöző, ugye? Spoiler! És ide is fölmehetek, baseball ütő. Jó, hát ez most nem kell, de... Ha nem a pincében, akkor a padláson van valami, amit el akarnak rejteni előled. És mi van itt? Mikrofilm? Jó. Van itt valami, annyi biztos. Meg lehet itt festegetni. És olyan fény van ott, hogy ki se látok normálisan. Jó, nem baj, nem baj. Úgy látszik itt az egyik szomszéd focista. Most már értem, hogy miért olyan rohadt hangos. Jaj! Hello. Van itt egy kutya a házban? Halló? Nem bízom benned, inkább eltakarítalak a szomszédságból, mit szólsz. Oké, tehát van itt egy hús darab, de... Minek? Tehát van itt egy kutya, vagy mi? Na mindegy. Jó, hát ha találok egy mikrofilmet, az tök jó lesz egyébként. Ja, nem. Looking good, man. Looking good. Köszönöm, nagyon tetszik nekik a kacsás pulcsin, de te postás vagy, mit keresel itt? Hol a politikus? Ott van Blake, pont itt van mögöttem, őt hogy lövöm le? Mert őt le kell lőnöm. Úgyhogy közben követ egy testőr, illetve egy rendőr pontosabban. Hát, Az kom. Ti így besétálhattok ide? Mert én besétálok, akkor meg le vagyok ugatva. Oh, hello there. I'm Charles Blake, chairman of the Homeowners Association. Engem se érdekel a politika, menj innen. I don't care about politics either. Nagyszerű politikus vagy akkor, ha nem érdekel a politika. Look in the magazines, people are wearing them all the time. I just, you know, he's wrong. I'm gonna keep wearing that damn shoulder bag. It's convenient.
It's better than his fanny pack. Ki a franc beszél? Uram, maga ön? Ja, szóval ő kifejezetten nehéz lesz, de hagyom egy kicsit előre menjen azzal, hogy a testőrét egy kicsit úgy meglögdösöm, hogy hello. Hát évek óta nem ért hozzá senki, amióta megcsalta a felesége, szóval ő ezt így nagyon értékeli. És az, ott, az a ház ott üres, szóval nem tudom miért próbálkozol ott azzal. Van egy ötletem. Vagy már nem is üres? Ki van itt? Halló, te ki a bánat vagy? Tudod mit? Csináld csak a dolgodat, én körbenézek, ha nem gond. Ja, ez az a bunkeres házja. Ja, sok lézercsapdával. De még nem igazán értem, hogy most ő így kicsoda, mert... vízvezetékszerelő, vagy valami ilyesmi? Hát annyi biztos, hogy innen mennie kell. Nos, ugye nem vagy vegetáriánus. Ez mi volt? Jó, akkor szépen eltüntetem innen. Mondjuk a kampány során ez eléggé érdekes pálya. Egy kicsit lapos, ugye beszéltem az előző videóban a pályadizájnról, szóval egy kicsit lapos a pálya. De legalább nem az van, hogy mindenki ellenséges, szóval némiképp mérsékelve van itt az A-ból B-be rohangálás emiatt. És akkor téged meg puszta kézzel kéne, gondolom ez a nyaktörés. Propán, ajaj, célpont bemérve, köszike? Itt a két szarházit úgy kéne elvonszolni valahova, hogy felrobbanjanak, és csak ők robbanjanak föl, ez nagyon fontos. Ti még hányszor sétáltak be ide? Á, látom, megy a kampány, hajrá. Oh, hi there. Excuse me? Ne köszönjél. Nem, nem, nincs nálam. Az a baj, hogyha ilyesmi szólna a szomszédban, akkor még csak nem is bánnám. Ti még hányszor sétáltok be ide? Mi? Hányszor láttál te még engem? Egyelőre a propánt ide elhelyezem. Itt jó helye lesz. Mennyire bukok le, ha itt átugrok? Jó napot! Ó, várjunk csak ez... Aha, ja, ezt a helyet nagyon védik. Ez nem fog így működni. És persze, hogy neked az összes hely közül neked ide kell nézed, ahol el vagyok bújva. Nagyon fontos lehet ez a kicseszett bokor. Oh, ez az, ez az. Léci, kösz. Aha, jó, megpróbálom ide csalogatni. Ne, 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 gyere ide, pont a legrosszabbkor. Úgy, nagyon jó. Manipuláljuk az AI-t, ahogy lehet. Nagyon jó. Amint megfordulsz. Bum. Következő. Ne, 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 ne. Vedd már föl! Húzd már a testet, te... Oh. Oké, ez nem sokon múlott. Jó, tiszta a terep. Szóval a tervem az, hogy ide vonszolom mondjuk az egyiküket, vagy mindkettőt. Nekem mindegy. És lényegében alájuk rakom a propánt, aztán felrobbantam. Baleset volt abszolút. Szép kamera, viszlát. Nézzük, ide tudom-e őt hozni. Nem úgy néz ki. Aha, ez nem fog működni úgy, ahogy én gondoltam, hogy működni fog. És ha lövök egyet? Hello? Nem. Jó, ez egy hülye ötlet volt az elejétől fogva. Ó, ez az, te is gyere, úgy. Nagyon jó. Te szórakozol velem. Csak azért, mert beszélsz, nem hallod. Viszlát. Jó, egyelőre téged elrejtelek itt. Mit szólsz? Jó, ha, lehet, hogy nem a legizgalmasabb dolog valaha, amit csinálok, de... Ha működik... Azaz, nagyon jó, bedölt a csalinak. Hát a random tűzoltó készülék a semmiből, aztán igazán nagyot megy. Parancsolj, baseballozzunk. Hát én nagyon jó vagyok. Hello, már megint itt vagytok? Az előbb jöttetek ide. Jó, szóval propán. Nagyon jó. És... Ja, azt hiszem tiszta a terep, szóval... Bocs, hol az Istenben van a sokkolom? Elfejtettem magammal. Ja nem, hülye vagyok. Maradjatok itt. Elfejtettem fölvenni a sokkolómat. Azt a politikust az egy igazi kínszenvedés lesz elintézni, annyi biztos. Sőt, lehet, hogy le is maradtam róla. Ami igazán fantasztikus élmény lesz. Na, köszönöm szépen a mikrotézert. Nagyon fontos szerepe van ugyanis. És megint itt vannak. Hello! Ti mit csináltok?
Miért? Maja egy Tamil tigris volt, vagy mi? Nagyon jó, szivárog, ami azt jelenti, hogy mivel szivárog és ez egy gyúlékony gáz, lerakhatom a tézert és... Jaj, súlyos baleset! Tetszik, hogy a célpont az azóta is napozik. És mivel technikailag baleset történt idézőjelesen, mert hogy felrobbant egy propán a bokorban, így hiába találják meg a testüket, attól még ott van a Silent Assassin értékelés, az a zöld pisztoly, ott a térkép mellett. Itt nagyon sok a titkos ügynök, ez így nem lesz jó. Nem, egyáltalán nem lesz jó. Hogy a fenébe tudnám én ezt a palit elintézni csendben? És egy pisztolyjal ráadásul, szóval még az se lehet, hogy jaj, ne, baleset. Okay. Jó, hát akkor csináljuk a szokásost. A csalogatás iszonyatosan erős ebben a játékban. Fordulj meg. Viszlát. Ásd el magad. Nem jutottam közelebb egyébként a célomhoz. Ez a kettő itt nagyon nem jó helyen van. Az a kettő ott még inkább nincs jó helyen. Ez a szarházi aztán... Hey. Meggondoltam magam, mégse olyan jó ötlet ide bemenni. Igen, szóval itt ügynökök vannak, és... Hát, eléggé komolyan veszik az egészet. Mondjuk nem tudom, mi a tervem itt. Mert egyáltalán nem kéne idejönnöm. Jó, hát itt egy megoldás van, nem a legizgalmasabb. De hát hiába kéred szépen. Valami jön, amit te nem állíthatsz meg. Azért a lapát hegyével. Áú. Jó, szerintem én a csávóról itt lemaradtam, tehát hogy akkor kellett volna őt bántalmaznom, amikor így a környéken sétál. Miért nem hoztam magammal egy hánytató fegyvert? Feneldje meg. Na várjál, van egy ötletem. Nézd, pénz! Ó, mondom pénz, haló? Mi, ennyire nem érdekel? Azt hitted mi? Te ki vagy? Kúlj, olyan messzire elcsalogattam, azt neked szólni kellett, hogy elnézést, tudod, de topáljon mi között hozzá. Nyomkod a telefont, nem tudsz mást. Jó, akkor... más tervet próbálunk ki. Ja, erődítményben vagyok, hostile. Jó. De egyébként csak ezért jöttem, hogy... Nagy, kamerák kikapcsolva, nem kell aggódni miattuk többé. Hogyha érmével nem csalogatom el, akkor elcsalogatom mással a testőrt. Jó, hogy vidd el a pisztolyt. Te csak oda hozod? Ajjaj, az nem jó. Ja, egyáltalán nem eredeti és izgalmas, amit csinálok, de konkrétan kifogytam az ötletekből jelenleg. Ja, hogy a testőr is ott... Ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó. Hogy... Na most ezzel az a probléma, hogy ide nem hozhatok be senkit, mert akkor lebukok. De legalább a testőrt eltakarítottam a lehető leg... Hát eredetiségmentes módon. Ja, eléggé béna úgy átvinni egy pályát, hogy mindenkit kiütök a francba, aki az utamba kerül, ami... Hát sajnos a játék része néha. Várj, te jör vagy! Köszöntem. És hangtompítós pisztoly. Nagyon szép. That is so annoying. Nekem mondod, itt vagyok 50 perce, mert lemaradtam az egyetlen kérről, amit biztosíthattam volna normálisan. Crap, that is so annoying. Ne is mondd. Jó, most már csak azért imádkozom, hogy ne jöjjön be ide senki. Nem, meg lehetne ezt jobban oldani, mármint én részemről, hogy hogyan kéne ezt a pályát megcsinálni, mert ez a csalogatás, ez sajnos egyáltalán nem izgalmas. Nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy Silent Assassin-ra sikerüljön. Egyébként, hogyha nem érdekelne, már rég kész lennék. Például téged unarmedban hogy intézlek el? Jó, hát amíg te nem mész vissza, addig nem kell félnem itt az egésztől. Na jó, ez milyen felépítés? Be se lehet menni a házba a garázson keresztül. Hanem ez azonnal levisz a pincébe, ahol lehet zenélni. Aha. Á, és csak nem egy titkos átjáró van itt. Eszem megáll. De ezt most nem nézem meg, majd később. Hojajja! Honnan tudod, hogy trespassing? Baszki, te egy kukás vagy? Mi van, ha én lakok itt? Hm? Ne akart, hogy elcsalogassalak, mint a fél környéket.
Jó, szóval az egyik kukás az úgy tök jól el van odakint, a másik meg napozik, ami szintén fantasztikus. Jaj, te csak így állsz, ez így a munkád? Hello. Neked meg az, hogy nézel fölfele. És ezt benyomom. Oh! Ó, várjunk csak, tökéletes! Gyere csak! Igen, biztos fantasztikus, de szerintem jogvédett. Úgy! És mindezt a politikus miatt, mert elcsesztem ott, de nagyon, és miért volt áthangtompító kukás? És locate exit. Ott egy exit, mert hogy az is a feladat, hogy csak egy kiárat elérhető. Mikor ez van, akkor általában vagy a titkos kiárat, vagy valami nagyon szopatos exitet választanak, hogy még tovább tartson. És hogyha olyan exit van, amit aktiválni kell, akkor azt nem fogod látni, amíg ki nem nyitod. Például ugye exit a csatorna is. Mondjuk specifikusan ki lehet választani, azt hiszem, hogy ez legyen. És akkor addig nem látod, amíg ki nem nyitod, bár lehet, hogy nem is a csatorna, hanem ugye itt el lehet egy evezővel így úszni. Egyik garázsban van egy evezőlapát, és akkor egy ilyen tutajon szépen elúszol. És ezt az exitet nem látod addig, amíg meg nem szerzed az evezőt. Én meg van 40 percig rohangáltam, hogy mégis hol a kijárat, úgyhogy ja, a játékos által kreált pályák eléggé szivatósak tudnak lenni. Helyenként meg viccesek, de nem hiszem el. Végre csend van a szomszédságomban. Bárcsak. Konkrétan tényleg ez az Ultimate Fantasy-m. Szóval, ja, nem éppen a legelegánsabb módszert választottam itt a pálya teljesítésére, de hány magyar videósról készült pálya a Hitmanben? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez... Jó napot. Akkor buszozzunk innen, nincsen jegyem, úgyhogy megyünk. És minden készen van. Silent Assassin egy óra, hogy a rohadt életbennek nem kellett volna eddig tartania. Érontottam el ott a politikusnál. Jó, nem baj. Nem is ez a lényeg. Hanem, hogy a leaderboardon én vagyok az első, mert nincs más jelenleg. Nagyon szépen köszönöm, ez. Jó volt. Eléggé idegörlő volt helyenként. Csak tartok tőle, hogy ezzel elindítok talán valamit, és akkor kapni fogom a pályákat, majd kiderül. Az se baj, ha nem. Mert tényleg ki tudja, mi lesz még itt. Ez itt tényleg felfrissítő élmény volt, és meg vagyok illetődve. Bár a Hand of Freeman 2 az... Kérlek, ne fenyegessetek ezzel. Na de azt hiszem ennyi is volt. Úgyhogy majd jöhet a japán pálya, ha csak nem találok valami mást, ami elkerül így a figyelmemet. Úgyhogy megyek, kínzom magam valami mással. Na ciao!